Én azt gondolom, hogy ez egy eredeti gondolat, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen kérek mindenkit, álljon mellé. Baltavári István, a szekszárdi hulladékkommandó nyugdíjas aktivistája, épp a szemétszedő sétapálca hasznosságáról beszélt a december 22-én tartott sajtótájékoztatón. Ezen a napon alakult meg a szekszárdi sétapálcakör. A társulás célja, hogy a szemétszedése kialakított eszköz használatával tisztábbá varázsolják a várost egy-egy séta során. Baltavári István azt is elmondta, hogy sokkal eredményesebbnek tartja, ha minden nap teszünk a környezetünk tisztán tartásáért, mint ha alkalmanként egy-egy szemétszedő akcióval összeszedjük az elszórt hulladékokat. Először azt szeretnénk, hogy beleívódna a szekszárdiakba az, hogy egy sétapálca lógjon az előszobába, és amikor megyek sétálni, kutyát, vagy bármit sétáltatni, akkor fogjam, vigyem magammal, és csak kettő darab szemetet szedjek össze minden ilyen körúton, és akkor már tisztább lesz a város, és valamilyen komoly eredményt értünk el. A sajtótájékoztató jelenlévő nyugdíjas szervezeteket az ötletgazda arra biztatta, hogy alakítsanak úgynevezett sétaköröket. Mint a saját példáján keresztül részletezte, barátaival, feleségével szokásos esti sétájukra magukkal viszik a hegyes végű pálcájukat, amelyre feltűzik és kidobják az útjukba kerülő szemetet. Tegnap előtt este történt, hogy én minden este sétálok a pálcámmal. Megvan a három körünk, és mindig kiválasztjuk, hogy időnek megfelelő melyik. És mikor harmadik papírzsebkendővel kínlódtam ott az egyik bokor tövébe, akkor egy aranyos hosszúhajú lány odajött, és megsimogatta vállam, és azt mondta, hogy köszönöm. Már ezért érdemes volt a sétapálcát kitalálni, mert akkor én már befejezem, mert én már megkaptam a jutalomat érte ettől a hölgytől. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, örül a kezdeményezésnek, hiszen a városvezetés is látja, hogy mindennapos a harc a szemetelőkkel szemben, és szükség van ezekre az ötletekre. Helyszínekre megyünk ki, és nyitott szemmel járunk, üres szemétgyűjtőkályhák, üres konténerek, és mellette rengeteg elhullajtott szemét van a közvetlen környezetébe. Mi lenne akkor, hogyha be lenne dobva a kukába, be lenne dobva a gyűjtőkehelybe, nem kellene plusz költséggel, plusz emberekkel, ezekkel a munkákkal foglalkozni. Egyelőre 60 darab sétapálca került legyártásra, de a jövőben szeretnék ezt a számot megsokszorozni és eljuttatni bárkinek, aki szívesen részt venne a településük tisztántartásában. A sétapálca iránti igényt a szekszárdi hulladékkommandó Facebook oldalán lehet jelezni.